Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves géptulajdonosok és látogatók! Szeretettel köszöntöm Önöket Keceren az első retro juniális elnevezésű rendezvényünkön. A város nevében hálás vagyok mindenkinek, aki akár kiállítóként, akár látogatóként eljött hozzánk. Szombaton és vasárnap számtalan ingyenes program részesei lehetnek a közlekedés jegyében Kecel város önkormányzata jóvoltából. Az önkormányzat meghívására, kérésére több helyi és környékbeli vállalkozás, civil szervezet csatlakozott örömmel a programunkhoz. Kitárták műhelyük, kiállítóhelyük kapuit, a hétvége folyamán meg lehet látogatni őket, vagy ide a helyszínre jöttek el szolgáltatásaikkal, járműveikkel, hogy minél színesebb kínálatot tudjunk a látogatók elé tárni. Ezzel is igyekszünk bemutatni, hogy Kecelt nem csak télen, a virágfesztivál idején, hanem más évszakokban is érdemes meglátogatni. Partnereinket szeretném felsorolni, megköszönve a segítségüket. Bács-Kiskun vármegyei Toborzóiroda, Benedeszki Diesel Center Kecel, Délalföldi Airsoft Sport Egyesület, 60-i motorgyűjtemény Kecel, 60-i lovastanya Kecel, keceli motocross ese, keceli polgárőr egyesület, kiskörösi Dutra baráti kör, Pintérművek haditechnikai park Kecel, rendőrőrs Kecel, Rózsa kart gokart pálya Kecel, Szentháromság plébánia Kecel, TGV 2000 vasútmodellező klub Kecskemétről, a tűzoltóság Kecelről, Varázserdő családi központ Kecel, veterán jármű randi Kiskörösről. A felsorolt szervezetek különböző programelemekkel is csatlakoztak a rendezvényhez. Köszönöm a segítségét továbbá az önkormányzat intézményeinek, a hivatal munkatársainak, a helyi szervezeteknek és nagyon sok magánszemélynek, akik felajánlást tettek vagy önkéntes munkát vállaltak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, remélem, hogy ezen a hétvégén a keceliek és a vidékről érkezők, gyerekek, felnőttek, szóval a család minden tagja talál magának elfoglaltságot, szórakozást, érdekességet. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és kívánom, hogy érezzék jól magukat. Főtisztelendő Fekete Szabolcs plébános atyának adom át a szót, aki megáldja a mai napra érkezett járműveket, tulajdonosaikat és a látogatókat. Hálásan köszönjük neki. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a példaértékű és hagyományteremtő rendezvényen. Köszönetem fejezve ki az egyház részéről is minden együttműködő, közreműködő partnernek. A járműveket, az üzemben tartóikat és a látogatókat szeretném papi áldásomban részesíteni. Az eredeti célja a rendezvénynek, hogy veterán járműveket és veterán munkagépeket mutassunk meg, elevenítsünk föl. A múltnak az eszközei, gépei, járművei ezek, amelyeket a jelenben működőképessé tudnak tenni olyan emberek, akik hozzá értelemmel, elkötelezettséggel és megfelelő lelki alapállással rendelkeznek ehhez. A múlt értékeinek a megőrzése az emberi társadalom alapját képezi. A múlt értékein állunk, azokból kiindulva tudjuk a jelenben önmagunkat értelmezni, és úgy tudjuk a jövőt építeni is. A múltban állunk, a jelenben cselekszünk, és a jövőre rendelkezünk kihatással. Ezek a járművek régi, letűnt korokat elevenítenek föl, de azáltal, hogy a jelenben működésbe hozzuk őket, elgondolkodtatnak minket. Ezek a járművek annak idején szinte kivétel nélkül mindegyik komoly technikai vívmányt és színvonalat képviselt. Annak az emberi közösségnek és társadalomnak, amely létre tudta őket hozni, és sorozatgyártásba, termelésbe tudta őket állítani, közlekedésben vagy munkában tudta őket alkalmazni, az akkori technikai színvonalát tükrözik. És mi tisztelettel vagyunk az elődeink iránt, és mi az elődeinktől kapott örökséget fejlesztjük. Hogyha megnézzük, akkor szinte kivétel nélkül ezeknek a járműveknek az utódai járnak az útjainkon. Ezeknek a gépeknek a továbbfejlesztett változatai működnek és szolgálnak bennünket. Nagyon bölcs, Istennek tetsző és nemes dolog tehát őrizni a hagyományt, a múltat, őrizni azt, amit elődeink produkáltak,
megtartani és továbbfejleszteni. Istennek tetsző cselekedet ez. A járművekkel kapcsolatban még egy nagyon fontos dolgot kell szem előtt tartanunk. Az emberiség történelmében nem csak a közelmúltban, abban az időszakban, amit a retro jelzővel illetünk, hanem a korábbi időszakokban, az emberiség előző évezredeiben is a járművek, közlekedési eszközök és az állatok, amelyekkel közlekedett az emberiség, mindig is kiemelkedő fontosságúak voltak. Onnan lehet ezt tudni, hogy csatákban is alkalmazták a járműveket. Onnan lehet ezt tudni, hogy a kereskedelemben, közlekedésben, helyváltoztatásban, termelésben, szolgáltatásban az emberek használták a járműveket. Járműnek két fontos tulajdonsága van, szolgálja az emberi mobilitást és szolgálja az emberi produktivitást. Mobilitás. Az ember azzal, hogy el tudja hagyni a szűken vett élethelyét, életterét, és nagyobb távolságot tud bejárni, azzal közösséget tud teremteni, kapcsolatokat tud teremteni, civilizációt tud építeni és fönntartani. Az emberi produktivitás pedig azt jelenti, hogy a saját szükségletein túlmenően magas színvonalon tudja az életet élni. Az állatvilág csak a saját szükségleteinek kielégítésére képes. Az ember képes mások szükségleteinek a kielégítésére, és olyan maradandó alkotások létrehozására, amelyek jóval túlmutatnak az egyes emberen, vagy azon a történelmi koron, amelyekben készültek. Lásd a mai alkalommal a sokféle járművet, a vasút modelltől, a munkagépekig, a veterán autóktól, egészen a különféle játékokig mondhatnánk. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg mindenkinek a jelenlétét, közreműködését, veterán jármű tulajdonosok és üzemben tartóknak, együttműködő partnereknek, illetve a szervezőknek, önkormányzatnak és a támogatóknak a mai rendezvényt. Így adom papi áldásomat mindenkire, akit az imént említettem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Mindenható örök Istenünk, alázattal kérünk, hogy papi készföltételünk és szolgálatunk által áld meg kegyesen, és szenteld meg kegyesen ezeket a veterán jármű modelleket, gépeket, játékokat, közlekedési eszközöket, és mindazokat, akik ezeket nemes lélekkel megőrizték, szorgalommal felújították, és elővigyázattal működtetik. Engedd, hogy a múlt értékei és az emberi haladás vívmányai iránti tiszteletük megnyilvánulása ezekben a letűnt vagy magunk mögött hagyott korokat idéző járművekben szolgálja az emberi közösség méltóságát, javát és örömét a jelenben, a te isteni akaratodból és a jövő építését. Áld meg azokat, akik ezeket fenntartják és üzemeltetik. Adj nekik kellő szakértelmet, rátermettséget és szorgalmat, hogy felelősen, biztonságosan és a szolgálat szellemében tudják működtetni településünk, térségünk, környezetünk javára és gyarapodására. Bennünket, mindnyájunkat is szentelj meg Istenünk szent lelkeddel, hogy megérthessük a tőled kapott életünk, világunk és környezetünk megőrzése és fejlesztése közös felelősségünk és feladatunk. Így kérjük és reméljük áldásodat és segítségedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Benneteket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg, őrizzen és oltalmazzon a mindenható, minket szerető és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. Mindenkinek áldott szép napot kívánok mára és holnapra, sok örömet, élményt, kikapcsolódást, pihenést, szórakozást és találkozást az együttlét örömében. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves géptulajdonosok és látogatók, tisztelt főtisztendő plébános atya, szeretettel köszöntöm Önöket Kecelen, az első retro juniális elnevezésű rendezvényünkön. A város nevében hálás vagyok mindenkinek, aki akár kiállítóként, akár látogatóként eljött hozzánk. Szombaton és vasárnap számtalan ingyenes program részesei lehetnek a közlekedés jegyében, Kecelváros önkormányzata jóvoltából. Ezeket nem sorolom most fel, hiszen estig sem érnénk a végére, de tájékozódásul ajánlom mindannyiuk figyelmébe a művelődési ház hirdetőtábláján és az információs sátrat. Fontosnak tartom kiemelni a lényeget az önkormányzat meghívására, kérésére több helyi és környékbeli vállalkozás, civil szervezet csatlakozott örömmel a programunkhoz. Kitárták műhelyük, kiállítóhelyük, kapuit, a hétvége folyamán meg lehet látogatni őket, vagy ide a helyszínre jöttek el szolgáltatásaikkal, járműveikkel, hogy minél színesebb kínálatot tudjunk a látogatók elé tárni. Ezzel is igyekszünk bemutatni, hogy Kecelt nem csak télen, a virágfesztivál idején, hanem más évszakokban is érdemes meglátogatni. Partnereinket szeretném felsorolni, megköszönve segítségüket. Bács-Kiskun vármegyei Toborzó Iroda, Benedecki Diesel Center Kecel részéről, Délalföldi Airsoft Sport Egyesület, 60-i motorgyűjtemény Kecel, 60-i lovastanya Kecel, Keceli Motocross Ese, Keceli Polgárőr Egyesület, Kiskörösi Dutra Baráti Kör, Pintérművek Haditechnikai Park Kecel, Rendőrőrs Kecel, Rózsakkart Gokart Pálya Kecel, Szentháromság Plébánia Kecel, TGV 2000 Vasútmodellező Klub Kecskemét, Keceli Tűzoltóság, Varázserdő Családi Központ Kecelről, Veterán Járműrandi Kecel és Kiskörösről. A felsorolt szervezetek különböző programelemekkel is csatlakoztak a rendezvényhez. Köszönöm segítségét a továbbá az önkormányzat intézményeinek, a hivatal munkatársainak, a helyi szervezeteknek és nagyon sok magánszemélynek, akik felajánlást tettek, vagy önként vállalták a munkát. Külön kiemelném, akiket még szeretnék megemlíteni név szerint, Gruber Károly, Herceg Imre, Mácsai István, Flajsz Nándor, Gyalog Tamás, Szőke Sándor. Köszönöm szépen a vállalt munkájukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, remélem, hogy ezen a hétvégén is a keceliek és a vidékről érkezők, gyerekek és felnőttek, szóval a család minden tagja talál magának elfoglaltságot, szórakozást, érdekességet. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és kívánom, hogy érezzék jól magukat ezen a hétvégén. Főtisztelendő Fekete Szabolcs plébános atyának adom át a szót, aki megáldja a mai napra érkezett járműveket, tulajdonosaikat és a látogatókat. Hálásan köszönöm neki, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Nagy szeretetek, köszöntök mindenkit én is a juniális második napján, amikor a mezőgazdasági gépeket, vontatókat és más munkagépeket, munkaeszközöket, ezek tulajdonosait és üzemeltetőit megáldom a városi rendezvénysorozat keretében. Nagy örömömre szolgált a fölkérés, két okból is. Egyrészt azért, mert a vidéki életnél ezek az eszközök azok, amelyek a megélhetést előteremtik azoknak, akik vidéken élnek, és azoknak is, akik zsúfolt nagyvárosokban élnek. A megélhetésünk múlik ezeknek az eszközöknek a működésén, és azoknak a munkáján, akik ezekkel dolgoznak. De nem csak erről van szó, hanem civilizációs eszközökről is. Mindannyian tudjuk, hogy a mezőgazdaság, a földi munkák, növénytermelés, állattenyésztés, kertművelés, gyümölcstermesztés esetében a gépek forradalmasították ezeknek az eljárásoknak a hatékonyságát, és így tudott a mezőgazdaság és az állattenyésztés egyre több és több embernek
e világra születő emberi életnek táplálékot és megélhetést adni. Ezek a gépek elősegítik azt, hogy többen lehessünk, többen élhessünk meg, és többen alkothassunk ezen a világon közösséget. Az emberi életet segítik ezek a gépek is. És van egy különleges aktualitása a mai napnak, az éppen az Úr napja, és az előbb talán sokan tanúi lehettek, közelebbről vagy távolabbról, az úrnapi körmenetnek. Úrnapján mi a közöttünk élő Jézus Krisztust ünnepeljük a katolikus kereszténységben. De úrnapján azt is ünnepeljük, hogy az ószövetségi zsidóság előzményein keresztül az új szövetségben Jézus Krisztus az ember áldozatául a kenyeret és a bort, két mezőgazdasági terméket jelölt meg. Az Úr Jézus úgy rendelkezett, hogy kenyérrel és borral áldozzon az ember az Istennek. Ezek az eszközök a kenyér előállításában és a bor előállításában is részt vesznek. Vagyis a mezőgazdaság az az ágazat, amelyből az ember az Istennek a köteles áldozatául kiválasztott anyagokat elő tudja teremteni. A katolikus egyházban ezért a vidéken élő, mezőgazdaságban, állattenyésztésben élő és dolgozó ember feltétlen tiszteletet érdemel. Nem véletlen, hogy tavasszal kérjük az Isten áldását a vetésre, a zsengékre, most az aratás időszakában megáldjuk ezeket az eszközöket, munkagépeket, és mindazokat, akik velük dolgoznak, ősszel pedig hálát adunk a betakarított termésért, a betakarított gyümölcsökért és a jószágnak a szaporulatáért. Ezekkel a gondolatokkal szeretném papi áldásban részesíteni polgármester úr fölkérésére mindazokat, akik ezeket a gépeket üzemeltetik, akik dolgoznak velük, magukat a gépeket, az embereket, földjeinket, termésünket, aratásunkat, megélhetésünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Mindenható örök Isten, alázattal kérünk, hogy papi készföltételünk és szolgálatunk által áld meg kegyesen ezeket a mezőgazdasági vontatókat, gépeket, munkaeszközöket, és mindazokat, akik ezeket üzemben tartják, elővigyázattal működtetik, és az emberi közösség megélhetésének, betevő falatjának előteremtésére használják. Engedd, Urunk, hogy a teremtett világ a természet iránti tiszteletünk megnyilvánulása legyen, a mezőgazdasági munka, a kertek, a gyümölcsösök művelése, valamint állataink tartása és szaporítása. Engedd, hogy mindez szolgálja az emberi közösség méltóságát, javát és örömét a te isteni akaratodból, és a te dicsőségedet a teremtett világ kincseinek kiaknázásában és fölhasználásában. Áld meg mindazokat, akik ezeket fenntartják, üzemeltetik, és akik ezekkel dolgoznak. Adj nekik kellő szakértelmet, egészséget, rátermettséget, erőt és szorgalmat, hogy felelősen, biztonságosan és a szolgálat szellemében tudják működtetni ezeket, városunk, térségünk, környezetünk és itt élő embertársaink javára és gyarapodására. Bennünket, mindnyájunkat is szentelj meg szent lelkeddel, hogy megérthessük a tőled kapott életünk, világunk és környezetünk megőrzése és fejlesztése, valamint az emberiség megélhetésének biztosítása közös felelősségünk és feladatunk. Így kérjük és reméljük
áldásoddal együtt segítségedet is, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Befejezésképpen fogadjuk mindannyian papi áldásomat. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg, őrizzen és oltalmazzon benneteket a Teremtő, mindenható, minket szerető és irgalmas Istenünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet és a türelmet. Köszönöm az együttműködő partnereknek és a jelenlévőknek a figyelmüket. Mindenkinek szép délutánt, együtt, közösségben, szeretetben, örömben, szórakozásban eltöltött szép és szent vasárnapot kívánok. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.